Készültem egy papírral, mert nem szeretnék ebben a felfokozott hangulatban itt eltérni a témától nagyon. Kedves ifjú pár, kedves menyem Lüszi, elsőszülött fiam Márk, kedves rokonok, ismerősök, barátok, minden tiszteletre méltó vendég. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek velünk ünnepelni az ifjú párt. Az örömanyaságról és örömapaságról azt tartja egy régi magyar hagyomány, egy nagyon régi hagyomány, annyira régi, aztán csak én emlékszek rá, hogy történt, és senki rajta kívül, hogy a lányos szülők az örömanyák és az örömapák, a fiú szülők pedig a síró anyák, síró apák. Most ezt a hagyományt szeretném itt feldugni, és mindenkinek visszajöteni arra, és leklárni azt, hogy mi is örömanyák és örömapák vagyunk. Tehát nem sírósak vagyunk. Jó, most nem is tudom sírni. Oké. Okay. Szóval örömszülőként ilyenkor sok minden kavarog a fejünkben. Leginkább az, hogy a mi kis szűk családunknak ez egy nagyon-nagyon nagy történelmi pillanat, mert eddig minden előtte volt, és most minden utána lesz. Ezeket olvasni fogom, mert a közhelyes dolgokat nem tudom elmondani, és ilyenkor lehet tudni, mikor mondok közhelyet. Szóval furcsa, hogy a nagynapok nem mindig tűnnek annak, mikor átéljük őket. Márk növekedése, felcseperedése során is számos emlékezetes nagy nap volt, és számos, amire semmi, sem Márk nem szeretnénk szívesen emlékezni. Szóval nem szívesen emlékszünk rá, de nem fogunk erről beszélni most, jó? Nem erről lesz szó, nyugodjon meg, nem fogunk plegykálkodni. Szóval a lényeg, hogy a sok-sok év alatt reflexzerűen kialakul, mi az, amire nagyon szívesen emlékszünk vissza, mi az, ami a szívünket belengeti, ha épp őre gyerekükre gondolunk, vagy amikor a telefonon meghalljuk a hangját. Igaz, időnként néha megfakul, néha elfelkezünk róla, időlegesen elalszik a szívünkben. Főleg, hogyha ez a valóság nem mindig passzol már a realitásra, mert közben a gyerekünk felnőtt. Tehát nem olyan, aminek picike volt. Sokáig én is elfelkeztem róla, hogy már milyen olyan kisfiú volt. Pár év ezelőtt, 2019-ben, sok ezer kilométerre innen, messze, Sákhelyi külvárosában döbbentem arra rá, szembesültem azzal, hogy a már még mindig az örös, barátságos, szeretőló kisfiú, aki kicsit korábban volt. Ezt még egy tárgy nézte fel, egy olyan tárgy, hogy egy tárgy hiánya, vagy most szeretnék átadni a Márknak, hogy ezt a tárgyat használva Lüszi sok boldoggá tegye. Ildi, hol van ez a tárgy? Odaadod neked? Nem mondod. Nálam tényleg is. Basszus, itt az telefonot megnézni? Az asztalon nem hagytam el ott? Itt az ott nekem? Légy szíves. Hoppá, hoppá. Elnézést, egy kis szerzési hiba, de minden úrrá leszünk, jó? Nem lesz semmi probléma. Mi is majdnem elsírtam magam, de tényleg. Tényleg? Miért kezdtem el akár? Figyelj, HVL, most jön a te szerepet, nekem azért el kell mennem. Meg kell fognak a kabátomat, jó, légy szíves, meg kell fognak a kabátomat, és azért szóval tartani a vendéseknél, hogy elfutok azért. Elnézést, mindjárt jövök, jó? Elnézést, mindjárt jövök, tényleg? Hangot! Fusson! Hajrá, Sanyi! Hajrá! Jövő neked dolgozik! Ott lesz a kocsiban! Köszönöm.
Szia, Javier! Bocs, ez előbb ugye elhoztam. Meg majd szerettem, valamit felejtettem. Nagyon sietek vissza. Kérlek, tartsa font addig. Nagyon szépen köszönöm. Rohanok! Szia! Thank you.
tapsot kérünk. Azért ez nem semmi szintidő. Nagy tapsot kérünk. Azért ez a néhány képkocka választott a 007-es szobára, meg azért ilyen szintidő azért nem semmi. Hölgyek és urak, arra kérlek benneteket, hogy foglaljátok el helyeiteket, és egy nagy tapsot szeretnék kérni Sátornak. Azért ez nem semmi külön volt. És természetesen Verának, aki összerakta a videót. És ilyen az ügyünk, bár még egyszer nekik, meg aztán pláne újra csütapsot.